Nem is olyan rég ígértem nektek egy olyan videót, amiben bemutatom a általam leghasznosabbnak vélt fotós oldalakat, amit én legtöbbet használtam, vagy akár még a mai napig aktívan használok. A lista nem teljes, ugyanis tudom, hogy rengeteg oldal van, ami fényképezéssel foglalkozik, úgyhogy ha van neked valami kedvenced, amit esetleg kihagytam, akkor nyugodtan a komment szekcióban írd le azokat, amiket te is hasznosak gondolsz, de mutatom is az elsőt, ami szerintem hasznos. Ez pedig a photos.hu, ami sajnos annyira már nem aktív, mint amennyire aktív volt, amikor én fotóztam, de ez a oldal úgy működik, hogy vannak fotók, ahova feltölteted te is a képeidet, és egy értékelési rendszerbe bekerül ez a fotó, ahol értékelheted azokat a fotókat, amit a többi felhasználó beküld, és azokat a fotókat értékelik a felhasználók, amiket te feltöltesz. Egy kreditrendszer van, tehát hogyha értékelsz a fotókat, és azt elfogadják, akkor kreditet kapsz, a kreditből pedig fotókat tölthetsz fel, és a többi felhasználó értékeli a fotódat, ezáltal tudsz tanulni. Most a baj ezzel az, hogy régebben rengeteg fotót töltöttek fel, és rengeteg megtekintés volt. Látom, hogy 268, és 62, 173, 144, régebben sokkal több megtekintés volt itt sajnos. De ez annak köszönhető, főleg, hogy a Facebook szinte ezt átvette. Teljesen Facebookon is van rengeteg olyan csoport, ahol feltöltheted a fotóidat, ott értékelik, több ember hozzászól és elmondják róluk a véleményét. De viszont mégis azt mondom, hogy ez az oldal, amikor én indítottam a karrieremet, akkor nagyon-nagyon fontos alappillére volt, hogy megtanuljak fotózni, mert nálam sokkal okosabb emberek értékelték a fotóimat, és rengeteget tudtam ezáltal tanulni, viszont nagyon óvatosan kell itt bánni a dolgokkal, mert ez főleg ilyen amatőr, és igazából a kezdőknek van, úgy értem, hogyha valaki tényleg egy profi kategóriába bekerül egy idő után, akkor nem feltétlenül újra feltölteni, mert nagyon néha, hogy is mondjam a hozzá kevésbé értő emberek értékelik a fotóz jobban értő emberek fotóit. Talán így tudnám szépen ezt kifejezni, de ha kezdő vagy és szeretnél a fotózásba kicsit jobban belelendülni, így a kezdetén nagyon jó kezdőlöketet tud egyébként adni, már csak az is pusztán, hogy a értékeléseket olvasod, már abból is másokat lehet tanulni. A következő az pedig a Pixinfo, ami szorosan köthető egyébként a Photoshoz is, mert a Pixinfo üzemelteti a photos.hu-t, amit előbb mutattam meg nektek. A Pixinfo az egy technikai weboldal, ahol a technikai újdonságokról tudtok értesülni, például új fényképezőgépekről, monitorokról, és mindenféle olyan dolgokról, ami a fotózás technikai részéhez kötődik, de a technikán kívül vannak fotós hírek is itt, például sajtófotókiállítás, de főleg azt tudom mondani, az inkább ilyen technikai dolgokra. Nagyon jó ez a weboldal, ha magyarul szeretnétek olvasni. Én nagyon-nagyon sokat olvastam régebben, amikor nagyon tech-guru akartam lenni, és mindenben nagyon képbe akartam lenni. Ma már olyan sűrűn nem látogatom a weboldalt, csak ha valami után akarok nézni magyarul, akkor mindenféleképpen egyébként a pixinfo.com-ra megyek föl. Úgy látszik, ez már nem hú. Viszont ha tudtok angolul, akkor a DXO márkot ajánlom nektek, ami egy nagyon jó adatbázis arra, hogy melyik fényképezőgép és melyik lencse a legjobb. Itt konkrétan rangsorolva vannak, hogy mik a legjobb fényképezőgépek. Természetesen vannak benne lencsék is, és itt is egy nagyon mindenre részletre kiterjedő teszteket tudtok találni, de még vannak mobiltelefon tesztek is ezen kívül, szóval ez még egy hasznos oldal, amit én még néha szoktam használni. Viszont amennyiben szeretnétek kamerákat összehasonlítani, mert rengetegen írtok nekem azzal kapcsolatosan, hogy melyik fényképezőgépet vegyétek, akkor a Camera Decision-t ajánlom. A cameradecision.com weboldalra ugorva szintén nagyon sok tesztet találtok, viszont amit nagyon jó, hogy összetudjátok hasonlítani. Amelyek például az egy elleni összehasonlításra, és minden fényképezőgépet, az összeset, ami fenn van az adatbázisba, összetudjuk hasonlítani. Például azt mondom, hogy hasonlítsuk össze a Nikon D5300-at a Canon 700D-vel. És rákattintva kijön az összes tudható információ az összes fényképezőgépről úgy, hogy egymás mellett, tehát nagyon átláthatóan szépen, mert össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik a jó. Például azt mondjuk, hogy a D5300 előnyei a Canon-nal szemben. Azt mondja, hogy van beépített Wi-Fi, GPS, nagyobb megapixel, azaz nagyobb felbontás, és a többi. Utána pedig a végén szintén ott van, hogy mi a Canonnak az előnye a Nikonnal szemben. Például van érinthető kijelzője, stb. És így az összes fényképezőgépet össze tudjuk hasonlítani bármivel, úgyhogy vásárolni szeretnétek mondjuk, és nem tudjátok, hogy melyik fényképezőgép a jobb, vagy mivel jobb, mennyivel jobb az nektek megérje, akkor felmentek a cameradecision.com-ra, és össze tudjátok hasonlítani ilyen nagyon egyszerűen.
a technikai weboldalakat kicsit félretéve, a következő is kedvenc oldalam az a 500 Pixels, ahol inspirálódni tudtok. Itt rengeteg fotót találtok a világ minden tájáról és a legjobb prémium minőségben. Ha rákattintunk ebben az esetben a Discover-re, akkor rengeteg fotót ki fog nektek listázni. És ez nem olyan, mint a Flickr, ami tapasztalatom szerint is régebben olyan volt, hogy nagyon nagy mennyiségű fotó volt fent, viszont nem volt a minőség annyira magason, mint mondjuk ezen a weboldalon. Itt csak prémium, nagyon-nagyon jó minőségű fotót találtok szinte, nyilván mindenki tud feltölteni, van egy limit, hogy egy nap hány fotót tudsz feltölteni, emiatt mindenki csak a legjobb fotóit tölti fel, és lehet böngészni ezeket. És ha belemegyünk az Editor's Choice-ba, akkor nyilván a szerkesztőknek a választása, vagyis válogatása van itt, és itt meg tudjuk nézni az összes fület, mondjuk, hogy melyik a legnépszerűbb. És nyilván a legnépszerűbben nagyon-nagyon atom fotók vannak, ez több percenként, és néhány percenként frissül, és tényleg olyan minőségű fotók vannak fönt, hogy ha inspirálódni szeretnék, akkor mindenféleképpen erre a weboldalra jövök fel, és itt tényleg mindent meg tudok találni, amit csak szeretnék. Szóval ajánlom nektek, hogyha nincsen kreativitásotok, vagy úgy érzitek, hogy alkotói válságban vagytok, vagy szeretnétek vizuálisan fejleszteni magatokat, akkor menjetek fel a 500 Pixels-re, és rengeteg kontentet találtok, és nagyon-nagyon jó fotókat. A következő inspirációs oldal az a Behance, amit meg szeretnék nektek mutatni. Itt főleg fotós sorozatok vannak fönt a fotózási kategóriában, tehát a 500 Pixels az inkább ilyen technikai jellegű fotók vannak fönt, úgy értem, hogy inkább egy jó makró, egy jó városkép, egy szép tájkép, de itt a Behance-en inkább olyan fotók vannak fönt, ami kicsit mögöttes tartalma van a fényképek, nem annyira technikailag, lehet, hogy éppen zajos, vagy nem annyira vizuálisan megnyerő, inkább a gondolkodásmód, ami itt mögötte van az én meglátásom szerint persze. És itt is tudunk szűrni a keresésben, hogy mit szeretnénk nézni. Például azt mondom, hogy fotózásra szeretnék szűrni, és kristázza nekem ezeket a fotós fotosorozatokat, amik fenn vannak a weboldalon. Vannak nagyon jók, vannak kevésbé jók, vannak olyanok, amik nekem nagyon tetszenek, valami kevésbé, ez mindenkinek a ízlésére van bízva. Tehát ilyen jellegű fotók vannak fönt, sajnos én ezt nem értek, úgyhogy ezeket nem fogom kommentálni, mert sajnos buta vagyok még, de majd egyszer talán érteni fogom ezeket a fotókat is. Szóval a Behance erre való, ha valakit érdekel a művészeti fotográfia, akkor menjen fel a Behance-en, és rengeteg mindent fog tudni találni. Az utolsó weboldal talán sokak számára ismert, ez a Wix. A Wix arra való, hogy a te saját fotós weboldaladat meg tudod csinálni kódolás nélkül. Tudom, rengeteg olyan weboldal van ma, ahol meg tudjuk ezt csinálni, a PhotoShelter, a Squarespace, Zenfolio, tudom, nagyon-nagyon sok van, én kipróbáltam ezeket, bár nem mélyrehatóan, mégis elmondhatom, hogy nekem a Wix jött be a legjobb, és több fotós kollégám is ezzel egyetért, hogy a Wixnek van a legsokrétűbb, a legjobb felülete, amivel nagyon jól tudjuk személyre szabni azt a felületet, hogy hogyan nézzen ki pontosabban a weboldal. Nekem a Jancsó fotósul is, és a Greg Images is, a official weboldalam is mind-mind Wix-en van, viszonylag jó árakat is kínál, viszont ingyenesen meg tudjátok csinálni az oldalt, csak a alján ott lesz egy logó, tehát alapvetően teljesen ingyenes, de hogy szeretnétek, hogy ez a logó az alján, hogy mivel csináltátok ezt a weboldal, lekerüljön, és saját domaint szeretnétek majd tenni rá, mondjuk bármi a nevetek.com, vagy valamilyen fotografi, bármi, akkor kell csak fizessetek, viszont ajánlom azt, hogy várjatok néha, mert alapvetően amúgy teljesen megfizethető szerintem az a havidíj, mert az havidíjas mindig, de egy évre fizetsz előre, amit ők kérnek, viszont vannak ilyen Black Friday, vagy húsvétkor, karácsonykor olyan akciók, amikkel 50%-kal olcsóbb minden. Szóval érdemes először egy innen is esetleg beregisztrálni, és ha nem sűrű, vagy nem sürgős neked az, hogy lekerüljön a logó és egyedi dominod legyen, akkor vársz egy kicsit, és jönni fog valamilyen akció, akkor ilyen 30 vagy 50%-kal olcsóban tudsz hozzájutni az egész éves előfizetéshez. A Wix-nek a szerkesztő felülete nagyon-nagyon egyszerű, meg is mutatom nektek, rákattintok, hogy a weboldalt éppen szeretném szerkeszteni. Egyébként a Wi-Fi szolgálat is nagyon segítőkész, és ilyen 8 órán belül mindenféleképpen válaszolnak bármiféle kérdésre, de a szerkesztővel mindent tudunk manuálisan húzni. Tehát, hogy nekem itt a weboldal, amit ugye ismertek, és a szerkesztő felületnél bármit lehet bárhova húzni, szépen beilleszti akár középre, jelző, ugye lila vonalakkal,
hogy hol van éppen középen, hogy az esztétikusan be lehessen illeszteni, a képeket is lehet szépen módosítani, linkelni lehet, meg lehet nézni a különböző menüpontokat, lehet ugye szerkeszteni, mindent, amit csak akarunk, lehet személyre szabni. Ez a weboldal, a Wix, amit mindenféleképpen próbáljátok ki, ha a weboldalt szeretnék magatoknak csinálni. Viszont ajánlom, hogy a Squarespace vagy a különböző Folios-hoz is próbáljátok ki, de nálam a Wix nyert. De amennyiben szeretnétek többet tudni a fotózásról, akkor ajánlom figyelmetekbe a jancsofotosuri.com weboldalamat, ahol online fotókurzusokat találtok. Találkozunk a következő részben, addig is legyetek jók, sziasztok!